Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, a mai beszélgető társam nagyon is a kedvemre való, hiszen vendégem dr. Horváth Lajos, személyszőorvos. Szervusz, Lajos bácsi! Szervusz, kedves Lajos Nagyon-nagyon köszönöm a megtisztelő meghívásodat, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket is, akik ezt a műsort nézni fogják. Örülök, hogy itt vagy velünk, hiszen a Lajosok összetartanak. Igen. Gratulálok! Két dolog miatt, egyik oldalról, hogy a névnapod alkalmából, hiszen nem régen volt, a másik pedig ugye a 80. születésnapodra, augusztus 20-án egy nagy ajándékot hozott a sors, amit megérdemeltél. Tehát én azt mondom, hogy minden székesfehérvári polgár nevében szeretettel gratulálok a Magyar Érdemkereszt lovakkeresztjéhez, amelyet ugye augusztus 20-a az államalapító Szent István király ünnepén vehettél át Budapesten. Igen, én is nagyon örültem neki, örültem ennek a nagy állami megtisztelésnek, hogy egy ilyen magas kitüntetést kaptam fönt Budapesten. Ez nagyon jól esett nekem is, egy kicsit váratlanul volt, mert már úgy érzem, hogy túl vagyok az időn is egy csöppöt, és igaz, hogy még mindig dolgozom, 55 éve dolgozom a Székesfehérvári kórházba, szinte mondhatom megállás nélkül. Erről beszéljünk egy kicsit. 1935. augusztus 20-át írunk, megszületik a kis horvát Lajoska, Igen. Kalika, aztán felnő és orvos lesz. Miként választottál magadnak hivatást? Én kérlek szépen, hát erről nagyon nehéz beszélni. Én már nagyon korán elhatároztam, hogy orvos szeretnék lenni. Rajzolni nagyon nem tudtam. Hát, születtem, sajnos elég régen, 1935-ben. Édesapám géplakatos volt, édesanyám háztartásbeli, édesapám nagyon korán meghalt, nem is ismertem gyakorlatilag apámat, és hát édesanyám mindig semmi más nem mondott, fiam tanulj. És azt is mindig hozzá tett, hogy templomban is járj. Tehát szóval ez a két út vezetett, hogy vasárnap a természet és Isten tisztelet, ebből nem engedett anyám semmit sem, és az a másik az volt, hogy fiam tanulj, tanulj, tanulj. Na most az általános iskoláimat pincehelyen végeztem, és akkor is, hát akkor már minket nagyon komolyan befogtak munkára. Szerintem a tanulásnak akkor volt értelme, amikor ugye még 8. általános iskolás, 7. -es, és kivittek bennünket ilyen szántóföldekre, vagy kukoricabetés közül, és babot kellett szedni. Hát az iszonyatos munka volt. Volt egy nagyon okos barátom, és mondom meg, idagos Pista, már nincs sajnos az élet között beszédes felé, ez még itt van, például, tudod, mit tanuljunk, semmi más nem, anyámnak a szavát, is tanultam, tanultam, a Gyönki gimnáziumba kerültem, az egy nagyon szigorú gimnázium volt, és ott volt egy nagyon komoly erős biológiai tanárom, Kormányos Antalnak hívták, és észrevette, hogy így kedvelem nagyon a biológiát, és mindenben segítségemre volt. Na most hát mondhatom Nagy Mászlival, talán ha ő nincs, akkor nem kerülök be, biológiából volt felvételi, meg fizikából. Fizika nem ment olyan nagyon, de biológiában nagyon kiválóan felvételiztem, és rögtön azt mondták a felvétel után, Megkérdezték, honnan jöttem. Pincehelyről mondom. Azt mondják, hogy sokba került az uti költség. Hát mondom, elég sokba pince, pince Budapest, Szeged. Azért kérem, kifizetjük az úti költséget. És én megkérdeztem akkor, az ritkaság, hogy tessék mondani, mikor kell nekem ezt visszafizetni. Azt mondja, tanuljon jól, mert is vannak a papírok, maga felvételezett utoljáról, és fel van véve. Ne feledjük, hogy közvetlenül hát néhány esztendővel a háború után járunk. A II. világháború után. Nehéz volt beilleszkedni egy olyan közösségbe, egy falusi srácnak, mint az Orvos Egyetem? Hát előtte kollégiumban voltam, általános iskolában is, Budapesten az Érseki Gimnáziumban jártam egy évig, és megszüntették a papírrendet, utána már nem ott tanulhattam tovább, visszakerültem. Hát Sajnos a városi élet, a falusiakat, akik bekerülnek, nagyon kell vigyázni, mert nagyon könnyen elviszi balra, elviszi egy másik irányba. Erre mindenkinek, aki, aki vidékről megy, ne hódoljon be a város csillagásainak. Nekem szerencsére ez volt a, a szerencsém, hogy éreztem, hogy nem mehetek éjszakánként, vagy valami. Ugye kollégiumban laktam, természetes kiállás inkább a tanulást választottam, és ettől függetlenül hát elég jó tanultam az egyetemen, kezdtek a vizsgálni, és egy ambíciót kaptam. Ambíciót kaptam, hogy így folytassam tovább. A professzorait közül ki volt az, akire szívesen emlékszel, aki biztatott, segített? A professzoraim közül Hát nagyon nagy segítséget kaptam az élettanon a hetényi professzor úr fiától, és utána én, hát én korbosztok szerettem volna lenni, bejártam a korbosztani intézetbe, és hát a korbosztani intézetbe volt egy nagyon komoly, már professzor lehetett volna, de politikai nem volt megfelelő, Szőnyi Feri hívták. Akkor volt ő a, a a Korbaszán intézet docense. És az észreveszte, hogy bejárok, szövettanozok, nagyon sokat foglalkozom a szövettanna, szabadidőben ugye bejártam oda, és hát részt vettem a boncolásokon, minden, és mondta, hogy Laiskám, neked ezt a pályát kell folytatni. És őt kihelyezték a Korbaszán intézetből Makóra, ahol én mentem utána. A na, itt volt egy prima helyem, mert makon éjszakánként ügyeltem a tüdőosztályon, nappal pedig mentem be az intézetbe. De sajnos úgy hozta, hogy őt a Feri bácsit elhelyezték, most nem akarom ezeket részletezni, és én meg mondtam, hogy én nem maradok itten, és Székesfehérváron volt egy ilyen állás, és jelentkeztem, és ide jöttem, és akkor kiderült, hogy fiam, Sajnos ez nincsen, ez az állás Tehát nincs személy. Nincs korboncnok, nem lehet tüdőgyógyász, nem tüdőgyógyász, lehet... Tüdőgyógyászaton ügyeltem, de lehet minden egy korboncnok. És akkor minden, miért a személyzetet választottam? Mert én nem, én dehogy vár, nem választottam a szemészetet, nem akartam szemorvos lenni, de itt volt hely. Akkor azt mondta a szóra igazgató, fiam, válasz. Elmész a szemésznek, vagy elmész Nyíregyháza mellé. Ez egy nagyon hosszú történet körzeti orvosnak, hát anyám Pincelyi 50 kilométer, hát nem a körzet, de sokat körzeti orvoskodtam. Abasár keresztül voltam körzeti orvos, itt az Öreghegyen voltam körzeti orvos, ez elég, és mind nőtlen ember, hát mit csináljak? visszamentem a szemészetre, és vállaltam, hogy szemész leszek. Hát, akkor a Kassai Tóni bácsi nagyon sokat hívott, de a Tóni bácsiám, hát már itt vagyok szakvizsgál tehát hát most már oly nagyon mindegy. Ugye 1960-ban végeztél? 1960, végezté, tehát 1965, 1965, ez 64-63-ban volt. 55 esztendeje. Igen, sajnos 55 lesz és megállás nélkül dolgozom a személyzetet, Ma is rendelőintézetből jövök, az enyéngi rendelőintézetben dolgozom, egy héten kétszer, kétszer hat órát. Az és első egy... munkahelyed a Szent György Kórház volt. Első munkahelyem a Szent György Kórház. Hát egy kicsit ennyi a Makkona Kormosztan intézet, és tüdőosztály, mert ott, ott nagyon jó sorom volt. Kaját kaptam lakást kaptam, semmiért nem kellett fizetnem, nagyon kiváló volt, csak az, hogy éjszakánként minden éjszaka ügyeltem majdnem, mert akit helyettesítettem, Kási Gyula már nincs az élők között, ugye, az egy akkor fiatal ember volt, sokat udvarolt, megkaptam az ügyeleti pénzt, nem sokat, a kasz, a kosz volt, és tanultam és csináltam azt, ami szerettem volna tulajdonképpen lenni. És aztán így hozta a sorsát, nem bántam meg, megszerettem, megtanultam, és aztán tanfolyamra jártam, rengeteg előadást tartottam, mindenfele úgy foglalkoztam a fejfájásokkal mindenfélével, és főhívott volt az egy nagyon szigorú személyes professzor asszony, Budapestre Radnot Magdának hívták ezt a professzor asszony. Hát először alig akart velem szóba állni, szóval nagyon, aztán utána megkedvelsz, és Mondta, hogy úgy néz ki, hogy alkalmas tart arra, hogy osztályvezető főorvos legyek. És megszerveztem nagyon szépen a személyzetet. Az utódomnak, dr. Tóthianőnek egy nagyon szép személyzeti osztályt adtam át. Ő el is ismerte a következőket, írta az újságba, hogy az ország legszebb személyzetét hoztam létre. Műszerekkel felszereltem, és még egyet hozzáteszek, hogy Körülbelül 6 vagy 7 szemész neveltem ki, akik most is itt dolgoznak Fejérváron, és büszke vagyok rájuk, nem akarom a neveket felsorolni, nem akarok reklámot, mert most is kiváló szemorvosok. Igen, a, ugye mindenki tudja, hogy a Szent György Kórház, amikor elindult azon az úton, hogy tankórház lehessen, tehát egyetemi kórház, Igen. nagyon sokat köszönhet annak, akik a különböző szakorvosi rendelőkből, illetve Igen. osztályokból olyat varázsoltak, mint például te a szemészedből. Ez sokan voltatok így? Hát sokan voltunk, mert a Kuhár Ferinek, Kuhár igazgatórnak, akit nagyon szerettem, jó barátság, bírtunk békében, nyugodjon, mert nincs vára a, az élők között, az volt a célja, hogy tudományos szinten nagyon-nagyon elindítsa ezt az osztályt ő is idehozta ugye Gogli Árpét, Soltpistát, Simon Kornélt, a Tánzolit, akkor a Guzeo András, aki akkor már Európa szerte egy, egy szóval elismert egy jó szakember volt, a Szláros és Múlta, tehát elismert, Európa szerte megbecsült ember volt. Szóval ilyen, ilyenekkel. Na most, hát lehet, hogy véletlenül, de engem is kinevezett személyznek, és Veretes névsor annyi szent. Ezer ki... Veretes névsor, ezt Igen. megállapíthatjuk mindnyájan. 1997-ben vonult el Igen. De ez azóta sem történt meg. Nemrégiben beszélgettem egy barátommal, Igen. aki azt mondta, hogy csodálkozik, az orvos az egyik olyan hivatás, aki soha az életben, egyébként Preszter Elemér kollégámról Igen. van szó, soha az életben nem tudja abba hagyni a gyógyítást. Ez tényleg hát, így van? Ez kérlek szépen valóban így van. Én már számtalanszor elhatároztam, hogy hát sajnos bent vagyok az időbe, ugye be kell vallanom, a 80 is elmúltam, de, de valahogy amikor azt mondom, hogy na most befejezem és fölmegyek a főigazgatóhoz a Csernavölgy igazgató úrhoz, aki Hát nagyon-nagyon szépen vezeti a kórházat, békességben, hála Isten a kórházban legalábbis úgy veszem észre, egy héten egyszer bejárok rendelni, megelégedetten dolgoznak a, a, az orvosok, nem mondom, most már veszek annyi báros, bátorságot, hogy fölmegyek hozzá, tekintettel arra, hogy nagyon jó, barátságban voltunk az édesapjával, körzeti orvosot helyettesítettem, hogy fölmegyek, hogy megmondanak, hogy te főigazgató, nekem már kicsit pihenni szeretnék, de nem eléggé. Aztán akkor elszáll a bátorságom, és nem megyek föl, és csinálom tovább. Tehát nem jutsz el a kopogtatásig sem. Nem, kopogtatásig nem jutok el. Úgyhogy... A... Azt kívánom, hogy ez így maradjon. Köszönöm szépen a jó kívánságomat. És beszéljünk enyégről, tehát enyéngen is rendelsz folyamatosan. A nyugdíjban menésem után, hát mondom, még egy kicsit dolgozok. ennyigen pont szemorvosi szemorvos hiány volt. A kis tanítványom, aki Pécsi klinikáról jött, elment nyugdíjba, és mondta, hogy ő senkiben már mással nem, velem tíz éve dolgozott, lehetővé tettem, hogy bejárjon a szemészetre, tanuljon, sok mindenről tanuljon, és azt mondta, hogy ő nem, ugye a férje sebészőorvos siopokon, azt mondta, hogy mondta nekem Lajoskám, ne haragudj, elég volt a szemészetből, dolgoztam ennyit, mert majdnem olyan idős volt, mint én, elmegyek nyugdíjba, Szóval így, így kerültem, és aztán én én változatban Hát nincs, nincs szívem ott hagyni azt, azt, a nagyon szegény néplet, hát nem elnézés elnézést kérek, nem szabad ilyet mondani, de ugye sok, sok a munka ott a környéken. Hát azt mondtam, hogy az Isten ellen vétek, hogyha én most ezeket az embereket itt hagyom, mert nem kapnak szemlészt, és így dolgozok. Egy héten egyszer Fehérváron, két napot, Ennyi. És akkor van még egy üzemorvosi Nos, ez már több, mint szerelem. Ez már szövetség, nem? Az orvoslás. Hát kérlek szépen, ez mellett még a videót, annak is a sportorvossa voltam. Ez a következő blokk. K jó, jó, jó. Mégpedig, hát szövetség. Igen, szövetség. Na most, hát elfárod, de elfáradok mert egy ilyen hosszabb rendelés után, mert ugye hat órás rendelés van, hát abból egy kicsit lefaragunk, mert öt és fél óra, öt óra alatt ellátsuk a, azt a beteg, nagyon sok beteg mennyiség és sajnos már régen el szoktam menni erre, arra egy kicsit Budapestre a képzőművészet, szóval kicsit körülnézni, sétálgatni, kellemesen elkábézni a budapesti presszokba, most már fáradt vagyok, lusta vagyok, akár kocsiba ülni, kocsiba ment, Pestre menni, De 32 perc alatt ment van a vonat, tehát nincs különlegesebb probléma. De még két évvel ezelőtt így is. Már én pedig csodálkozom, hogy egyáltalán van szabad időd, mert hogy jön a másik szerelem. Egy ember öltönyi idő óta foglalkozol futballal. Minden szépet, jót, gyönyörűségeset megéltél. Szomorúság is volt bőségesen, viszont a sikereknek az a hozadéka, hogy mindenki úgy emlékezik rád, mint a, a legendák orvosára, ha úgy tetszik. Hogy kezdődött a sportorvosás? Hát nagyon köszönöm tőled ezt a szép címet, hogy azt mondod, hogy a legendák orvosa. Hisz a legendák valóban. legendás orvos. Igen, igen, mert hát nagyon sokat, nagyon jó barátságban vagyunk, ugye, hát és aztán sokat beszélgetünk veled, régebbi, már több év óta én nagy tisztelőd vagyok, de az egész fehérbári, hogy mondjam, televíziónak hallgatója vagyok, nézője vagyok, és nagyon köszönöm tőled, hogy így, így tiszteltél meg. Nagyon beszéljünk róla. Jó, jó. Kérlek szépen úgy készültem, ugye oda tettek a személyzet. Hát akkor nem voltak még különlegesen munkák, és hát akkor én, és nem volt sok ügyeletes a sebészeten, a baleseti sebészeten. És akkor én mondtam a kabai főorvosonak, hogy úgyis itt vagyok a személyzeten, ügyelni kell, plusz a fülorgégészeten, én nagyon szívesen fölmegyek harmadikként a baleseti sebészetre ügyelni. Na, ezt nagyon szívesen vették, sőt, kötelezővé tették, hogy aki személyzeten ügyeletes, harmadikként kell neki a baleseti sebészeten ügyelni. Én 17 évet lehúztam, így ügyelettel. Bent van hivatalos. Ez, ezért külön fizetés nem kaptam, mert együtt járt a szemészet ügyelettel. De nagyon boldogan fölmentem, és hát nagyon sokszor két sebész este, ugye vakbeleket operálni, fölmentek, és én ott maradtam az ambulancián. Na most ez fűződik az én sportorosságomhoz. Szombat-vasárnap nagyon sokat ügyeltem, és hozták a sportolókat. Hát a két mester operál, én meglent az ambulancián. És azt hitték, hogy én orvos vagyok. És mondtam, de én nem sebészorvos, szegény Ispa is, Laci bácsi, Boci Bognár felé is jött, elláttam őket nagyon sokszor, hát mondtam, nem sebész vagyok. Én, mert mondták, hogy elvállalom, hát mondom, szívesen elvállalom a sportorvosságot, akkor még kint volt, és nagyon sok sportorvosi tanfolyamot elvégeztünk, és kérlek szépen, ez írva, tudják a, a szombathelyek, az aláigelszegiek, akkor mentek el szívesen ezekre a tanfolyamokra, amikor mi hozzászóltuk, meg a, a Győri, nem tudom már hogy hívták, a Győri Sportorvos. Nem emlékszem. Nem, a, azok ott voltak a tanfolyamon, tudod. Mert elmondtuk a gyakorlati példákat, hogy mit hogy kell csinálni. Nekem megvannak a, a, a jegyzeteim, le is vizsgáltam sportorvosomból, és megkértek, hogy bizonyos előadásokat tartsak. Hát meg annyi siker részese voltál, ha erről beszélünk, akkor a, egy kicsit megmelegszik a szíved? Hát, még egy kicsit igen, még egy kicsit igen, mert nagyon szép eredményeket értünk el abban az időben a videótonnal. Egy nagyon jó csapat volt. Én nem akarok rá, de két nagyon erős vezető volt, a Bencsik és a horváth Lajos, a Lekvár. Fantasztikus titoktartók voltak. Plecska nem ment ki tőlük egy mondat se. Kovács Ferit is ők hozták ide, annak idején edzőnek a, 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 a Lekváron. Szóval semmi, semmi plecska. Ők látták, hogy mi a hiba. És hát de én nem foglalkoztam semmivel, én megmondtam, hogy meg semmivel most sem bele, nekem nem ez a feladatom, nem az volt a feladatom, hogy én mit tudom én, fizetések megoldások, vagy átigazolások, nekem ehhez semmi közöm nem volt. Én nekem az volt a, a feladatom, hogy gyógyítsak, illetve hát ez a gyógyítás is egy fura, mert a pályán Hát nyilván egészségesnek kell lennie a játékosnak, és azt kell az edzővel tudatni leírni, hogy körülbelül ez az, a, a játékos milyen állapotban van. Nos, bácsi azt nagyon is jól tudjuk, aki volt már hasonló helyzetben, az legalábbis tudja, hogy a sportorvos egy kicsit pszichológus is. A Igen, hát együtt, hiszen és minden is. jót és rosszat tud a játékosról, a pillanatnyi állapotáról, Igen. a mentális felkészültségéről, a rossz kedvéről, a jókedvéről. Tehát mindenről tud. Igen. Ez így van? Ez így van, mert a sok együtt lét alatt. Ugye utaztunk, mentünk, szállodákba aludtunk, külföldre utaztunk. Hát azért velem jöttek ezek a játékosok, és mi már reggel a Kovácsveribe találkoztunk ezekkel a játékosokkal, reggelinél. Tehát amikor már a, a Hemendexre nem akarta megadni, csak félig, akkor már észrevették, hogy te kovám nem volt valami, valami a gyomorra, nincs semmi sem. szóval ismerni kellett a játékosokat. És ez bizalmi kérdés, ugye? Igen, igen. Tehát kérdezem, hogy ez bizalmi kérdés? Hát nem is bizalmi, mert akarva akarta, hogy mondta, nem jött aludtam, meg kicsit este nem így vacsoráztam, vagy valami. Szóval volt neki egy minimális kis alapja. És azután utána kellett menni. A vezetőkkel, illetve az edzőkkel azért ugye bizalmi elven örökbarátságok születnek. Orvos-bizalmi ember. És meg kell, hogy mondjam, ez abszolút személyes ügy, hogy számomra egy egy szívmelengető érzés, amikor látlak benneteket a Lakatos utcában sétálni, Kovács Feri bácsi. Igen, így van. Sokat sétáltunk vele. Bár a labdarúgásról nem, so, abszolút nem beszélünk, sakkozunk. Én sakkozó vagyok. Hát bal, a Almádi Balaton, Almádi csapatban, Balaton Almádi sakk csapatban profi módon sakkozom, és nagyon sok sakkbajnokságon részt veszem. Na most a Feri bácsinak van most is egy órája, feljön, lejönünk, ott a sakkál van készítve, és sakkozunk vele. Szépen mennek a sakkpartik, de van, amikor fáradt a Feri bácsi, van, amikor így, van, amikor úgy. Na most van nekem egy vőm, a kislányomnak a férje, az nagyon ért a futballhoz. Az, azzal rögtön elkezdenek a Feribácsival bácsival társulogni, hogy így, úgy, meg ez, meg az. Nagyon sokszor egyetértenek, hát én ebben a vitákban nem szólok bele, ez ne, én nem nagyon értek hozzá. Én a, bár a diszpáhoiba ülök, de hogy mondjam, én általában bent vagyok, ott vannak ezek a kis kis kislányok, és hozzák nekem, tudják mindig, hogy mi a kedvencem. Tudják, hogy mi oda hozzák, és akkor megnézem tévén, De kiülök, tegnap például nagyon örültem, hogy talán megadja a Jóisten azt, hogy a videóta egy kicsit megy talán fölfele. Nagyon leangoló volt ez a őszi szereplésünk, de bízunk benne. Van ez így egy futballcsapattal, nem megy úgy, aztán jobban megy, tudod, megint, megint lábra kelünk, megint így, megint úgy. Na most én, átigazolások játékosok, hogy ki hogy játszik, hogy a bal szélső a jobb játszik, vagy a jobb szélső a soha, soha nem foglaltam. Nem is kérdeztek meg, hála Isten, de Kovács nem is lehetett erről társalogni. A, ez meg volt a Német Lajossal, a segédezőjével, a Harsányi Gabi valakivel nagyon-nagyon jó viszonyban voltak. Ők meg akkor régen a Lekvárral, ugye a Lekvár az néha szólt akár balra, akár jobbról, de, de nagyon tisztán látták ezek az emberek, hogy ott kell lenni a csapatnál, és vigyázni kell a csapatra. Tehát akkor itt most leszűrve, otthon az a jó, ha vezérlép D7-re. Igen, hát. A pályán pedig természetesen továbbra is sportorvosként viselkedsz, hiszen nem pletyka, mondják nekem, hogy nem régiben volt a Kocsis Sándor emléktorna Budapesten, Igen. és egyszer csak megjelent dr. Horváth Lajos, és mi más tett, leült a kispadra, és nézte a fiatalokat. Tehát a sportorvoslásról és a futballról nem lehet leszokni, mondom én. Hát kérlek szépen, az úgy történt, hogy én nagyon sokat segítettem Külajosnak, Dél-Afrikában voltam vele, Na most teljesen ingyen és díjmentesen csinálom. Se úti költséget, semmit nem fogadok el. Na most tavaly is ott ültem a Puskás Akadémia kispadján. Én, én vagyok büszke, hogy odaülhetek ilyen elit társaság közé, és nagyon jó játszottak. Főleg a pénteki mérkőzésük az olyan mérkőzés volt, hogy, hogy fantasztikus jó volt. Azt hiszem a Ferencváros, hogy ki ellen játszottak, és másnap Játszottak már, ember keveri ezeket a csapatokat a Real Madrid ellen, nem, vagy a Barcelona ellen. Hát fantasztikus jó játszottak. Ezekből a 17 évesekre oda kell majd figyelni, mert egy nagyon jó talaj lesz a nagycsapat. Mit kívánjunk neked? Én azt kívánom, hogy sok-sok sétát Pestön. Gyönyörűséges kávéházi környezeteket, olyan kiállítótereket, amiket talán még nem láttál, tehát élményeket, itthon pedig sakk Azt hiszem, hogy uh, Horváth Lajos 1-0 mindig. Igen. Nem, 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 Feri bácsi nagyon jó sakkozik. Feri bácsi jól játszik. Úr jó. nagyon jó sakkozik. Egy igazi stratégia. Tehát két stratégia egymással játszon nagyon sokáig. És hát a, videóton felemelkedését, mert azt hiszem, hogy ez megnyugvást hozza neked is. Hát biztos, hogy megnyugvást, ugye, mert ezért ez a futballcsapat a legtöbb meccs, hát majdnem minden meccsén ott voltam, az, amíg sportorvoskodtam, és most nem mi mondom, hogy a szegény Májer Lajos a Real Madrid előtti meccsen kint, Madridban, hát nagyon nem valami jó állapotban volt, és a Csográdi Ferike se. Most én dolgoztam rajtuk rengeteget, saját magam, mert tudom, minden elrendeztem náluk, hogy tudjanak játszani. Azt mondja nekem a, a Maci, a, a Kismányer Lajos, hogy vállalja, mert mondom, nyugodtan vállalod. Ugyanígy jött ki a Csográdi Ferik, és mondom, én urasztam őket, tegezés nem volt. Mondom, a Májer úr, hát értse meg, hogy fog tudni játszani mert meglátja, tessék elvállalni a mérkőzést, ugyanezt mondtam a Csongrádi, Csongrádi úr, mert szigorúan urak voltak, szóval nem volt az, hogy dokikám, meg ilyesmi, az, én, én nagyon szigorú voltam a játékosokhoz, de mindent elkövettem mértékű, hogy hát szabadidőm rengeteg volt, ugye szabadidőben szabad ezekkel foglalkoztam, és mondom, itt megállás nincs, tessék, és fog, fogom fogja, nem bújul ez az, mert a Sarajevo előtti meccsen, most nem tudom, Szarai voltunk, vagy itt voltunk, ugye a Lajos meghúzódott. És tényleg vala, valahogy úgy alapozott, úgy kezdte a bemelegítést, úgy kezdte, hogy mondtam, Mayer úr, nem játszott. Szarajevo ellen most hagyja ki ezt a mérkőzést, a rendbe akar jönni. Éreztem, hogy be kell menjen, de Isten tudja, mi volt vele, nem játszott. Az de eredmény most... pedig ismert Madridban Sikerült a videótonnak az, amit nagyon kevés Európa Együttesnek, és ráadásul Májár Lajos Gólyát sem fogjuk elfelejteni. Szerintem Miguel Ángel még most is erről álmodik. Én pedig arról álmodom, hogy, és a nézők nevében is mondom, így búcsúzóul, hogy Igen. találkozunk minél gyakrabban, Igen, és jó egészségben. Én köszönöm neked ezt a megkívást, még annyit, én betegekkel soha-soha nem pereltem, nagyon szeretnek a betegek hozzájönni, mert ahogy most veled így beszélgetek én még akkor is, ha kicsit a beteg nem éppen olyan vagy valami, akkor is mindig még kedvesebben szólok vissza. Ez is hozzátartozik, és tényleg most már kicsit pihenni vágyom. 50 év óta megáll, 55 év óta megállás nélkül dolgozok. Rájössz, Lajos bácsi. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél és meghívhatok. A sportorvos ritkán hívják meg. A sportorvos szüks, ha kell, akkor szükséges. De hogyha nincs rá szükség, akkor mehet jobbra-balra. Nagyon köszönöm a megkívásodat. Köszönöm szépen a kedves nézőink. Maradj még, Lajos bácsi, egy kicsit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót kívánok viszontlátásra. Én is köszönöm, hogy meghallgattak.